akkor csináljuk egy tippi játékot, ugye 4 mérkőzés van, és akkor arra kérem nézőinket, hogy írjanak nekünk 4 nevet, hogy önök szerint a 4 mérkőzésnek ki lesz majd a győztese. Még egyszer, tehát a párosítás: Espinel Vatimena, Clayton Sutar, Van Gerven Rock, illetve Humphries Ryan Smith összecsapásokra kerül sor, és hát tartson ez mondjuk az első mérkőzés végéig, mert onnantól kezdve... Még írjanak még egy nevet hozzá, hogy kinyeri az egész tornát. Nem, és akkor két nevünk lesz. Jó? Okay. Két nevünk lesz. Hát most a Max Bede hallja, úgyis ki fogja nekünk majd variálni, hogy... Akkor viszont az ötödik név legyen az, hogy kinyeri a tornát, hogy ne legyen ebből semmiféle kavarodás. Jó. Tehát 4 név plusz, és aztán egy név, hogy kinyeri a tornát. Az utolsó hát helyre írják a tornát. Akik ugye tovább jutottak már, Barneveld, Price, Michael Smith és Joe Cullen, hogy a segítség meglegyen. Jó, illetve, hogyha valaki nem tudja megjegyezni, nem tudta megjegyezni a párosítást, akkor a Sport egy Facebook oldalán fönt van a 4 mérkőzés, tehát ott is meg lehet nézni, hogy ki ellen játszik ma este. Tehát akkor jöjjön az első mérkőzés. Vatimena kezd. Nem erős kezdés. Százas válaszként. 140. Százas. 136. Nagyon szép volt. Na, meg lesz az első. 180. Jó kezdett Vatimena, de ez most nagyon nem hiányzott, ez a 43, miután Espinel dobott az imént egy 180-at. Úgyhogy most ezt a 141-et kellene valahogy megoldani a Vatimenának. A tripla 19 megvan. És rögtön egy brékleggel kezdődhet a... 85-tel, igen, 56 pontja maradna. Pontosan, és nem is akármilyen átlaggal. Majd 13 nyilas leg. Az döntős fontosságú volt ebben a legben, hogy Espinelnek jött a 180, és utána arra válaszként Vatimenának. Pedig jó volt az egész, mert ugye a 140 után 41, 140, 136, addig nagyon jól állt. Ott az a 43, ahogy mondtad. 180! Most beszéljük meg egyébként, hogy nem, tehát nem szeretnénk 9 nyilas Mialaszival, mert akkor a Zoli meg a Lajos megsértődnének, és akkor még krémest is kéne hozniuk nekünk. Egyébként aki helyesen tippel a végén, és hát ez majd természetesen akkor vasárnap este fog kiderülni, az ehet majd egy sajtos tésztát ruszlival, de olyan ruszlit, amin a hal feje is rajta van. Én ma láttam egy ilyet fönn a Facebookon, valaki nagyon büszkén kitette, hogy milyen finomat főzött, reakció 90%-a fúj gusztustalan. Ezt nem hiszem. Szegénynek elment a kedve az egész. Majd megkeresem nekem. Jól sikerült. Dupla 20 kell. Meg mindig a dupla 20. Bedobja! 15 nyilas leg, így is, igen. Csak ugye a rendkedvéért 10 nyert legig tart a mérkőzés. 107,36-os átlag, ugye ez a 14 nyilas átlagnak a... Ugye egy 13 és egy 15 nyilas volt, amit eddig dobott Nathan Espinel, ugye az egy 14-es átlag.
180! Röpködnek maradjunk abban. Most. Hát most valahogy Espinel nem nagyon. 140. A Nils Holgerssonnak egy luda volt csak. Ugye egy luda? Igen. Alomba biztos volt egy másik. Hát az kilövik alól a gonosz. Ajajaj, igen. Ezt a reakciót nagyon jó volt. 140. De jó rajzfilm volt pedig az a Nils Holgersson. Megúszta a sörétest mindig. 140. Nem nagyon aprózzák el a fiúk azt, ezt a játékot. Jó íramú, igaz? Igen, igen, igen. 105-ös. Van 36. Ebből nem lesz 116-os kiszálló. 56 pontja van, 16-os. 76-tal tudott kerekíteni, 36, meg lehet az első dobott dupla, második be is dobja. 50%. Sajátleg. De ez volt az első két nyíl, amit duplára dobott a holland. 100-as. 109,5 százados átlagon van Nathan Espinel. Wattimannak 98,18 százados átlag. Ja, itt látszik is pont. És tényleg pörög a meccs, mint a roulette golyó. Ó, 108-as. Igen, nagyon közel volt. Száz. Előbb lehet kiszállón a holland. 180! Tizenkilences kell. 97 elő is lejön 126-ra, de a 121 az tripla 20, 76 pontja van jelen pillanatban, 75, ez nagyon nagy hiba volt megint, láttad, hogy elkapkodta? És így most maradt 75 pontja. Megengedi neki, hogy rádobjon. Tripla 19, így nincs. Az megvan, gyönyörű volt. 98-al le tudott kerekíteni 28-ra. 18, és dupla 20. És nem tudja megdobni. Persze, az az egyes benne maradt a buksiba. Dupla 14. Egyelőre ott sincs meg a dupla. Most igen, és ezzel már 3-1-re vezet Espinel. Következő legután pedig majd elmegyünk szünetre. 98. Egy kis stílus tanulmány. Nem. Rég volt már 180. Ó, és megint ugyanúgy kipatta. Ez hihetetlen pek. A kínjában szegény ön is sem nevetett rajta. 99. Pont onnan még helye is van, egy picike kis lyuk maradt ott a tripla 20-ban. 60. Nem láttam az elsőt, hogy benne van enni, de benne 100-as. 90 marad, megint egy nagyon magas kiszállóval szembesül Wattimanna. Egyelőre az első lépés jó. Aj, de kár érte. 115.
32-je maradt, 90-re rá kell menni. Megvan a tripla 20, és még egy duplára van, egy nyíl. Az megvan, 4-1. Hát azért szépen elhúzott itt Espinal az első etapban. Nagyon. Egy pislog is nagyokat vatti, mert a 4-1-es Espinal vezetéssel megyünk el szünetre. Na hát akkor itt vagyunk a első ötleg után, és nagyon... Az imént mutatott Medény nagyon érdekes táblázatot, hogy mit jelent ez a mérkőzés Espinel számára, és hogy mekkora előreugrást jelenthet majd a világranglistán, ha esetleg... Neki is, meg Johnny Claytonnak is, mert ugye John... tehát hogyha... Clayton. De Nathan Espinel is nagyon előreugrik, hogyha még kettő meccset tudna nyerni egyébként. Na, nézzük tovább. Eddig 102-es átlag fölött van Nathan Espinel. Most úgy kell visszajönni, vagy kellene visszajönni Vattimenának, hogy összekapja magát. Azonnal break-re kéne. 60. És nem tudja ki aztán a 45-ös kezdést, fontos lett volna. Uda kiemelte az elsőt. 95. Százas. Elcsúszott az ötösbe az első. 95-ös. Jó, a másik is. Százas. Lesz meg a 180. 99, leváltott aztán Espinel, lement így kiszállóra. Ez a probléma, 58, nem tudta. Mindig van ilyen megtorpanása. Mindig egyetlen, de egy kör. Tehát igen, jó, igen, és akkor jön egy kör, amivel úszik a lege szinte. Gyönyörű, 131-en lekerekít 36-ra. És most mit tud csinálni? Csak lejönni, biztos három nyile van ez. Epsnek hozzá, hogy bízhat a szerencséjében maximum, illetve Espinel bal szerencséjében, de hát Espinel elsőre bedobja. 5-1 ezzel már. Megint elegen, egyetlen egy kör elegendő volt. De ott, de, és ott az átlag azért, ez nagyon szép. 96-os kezdés, és még ami nagyon fontos egyébként, hogy 62,5%-kal kiszálozik Nathan Espinel. Tehát azért 140. És az a kezdés hátsó pályán most. Megint egy rossz kör. Na de most Espinel is azért segítséget nyújt. Ez a tripla azért valamelyest mentette a körét. 81. És a harmadik nyíl az egyesben. 83. Az alá csúszik. 98. Na most kéne két tripla, vagy legalább egy tripla neki. A hollandnak, hogy eljuss. Á, 100-as, de még legalább kiszálló van. 164. Nincs 60. Tripla, nem megy száz alá. Hatvannégy marad Vatimenának, na 122-t kivégzi-e, eltünteti-e vajon Espinel? Izgalomba jöttek a teletabik is hátul. 54 kell, nincs meg, 86, még mindig 54. Az megvan 90-nel, 32-re kerekít. Meg kell oldani, 64-et, nincs mese. Így egy nyila marad, duplára 32, bedobja. Bedobja, de kellett neki. Szinte reménytelen helyzetbe került volna. Nem is teletabi, banán örült, bocsánat.
Nem volt ott Teletabi? Nem, összetévesztettem a sárga Teletabit, ami most hirtelen nem tudom melyik. Hoppá, ez most nagy hiba volt. Egy tripla. Csak hogy mindenféle fontos információt megosszunk a nézőinkkel, a sárga Teletabi Seresbede segített Lala. Lala? Lala. Lali. A pirosat tudtam, hogy Pó. Nagyon szép. 131-el fölzárkózott azonnal a holland. 134-el jön a válasz rá, 86 pontja van Espinelnek. Nagyon kellene a tripla, jött. Igen. 140, na most lesz érdekes. Na 86. Nagyon nem mindegy, hogy ez a legkié lesz. Nagyon szép, 32. Na még egy nyilván 32. Nem dobja be! 2 milliméteren múlott csak. 73. Zárkózhat Vatti. És egy nyíl a dupla 20-ra. Ő se dobja be. Ez most nagyon kellett volna neki. 32-re, a 3-ból általában megoldja. Nathan Espinel most 50%-os kiszállózásnál van, úgyhogy most eddig ugye rontott kettőt. Az is mellé. Ha akarja is az arcát, már csak ennyi illal lehet megoldani. Ó, nem. Nem dobja be. Az a nagyon elrontja. És a dupla 20. Dupla 10. Dupla 10. Megoldja. Megvan, 5-3. És ő kezd, tehát megkezdődött a fölzárkózás. Ennek köszönhetően leesett 100 alá az átlaga egyébként Espinelnek. 91,14-es Vatimena és 97,19 Nathan Espinel. És egyre jobb és jobb Vatimena. 137-tel. Ó, 85. Még mindig az előző hiba van a fejében, látszik rajta. És azok a sűrűn dobott 180-asok még itt az első pár legben, ezek most elmaradnak Espinelnál. És esik vissza az átlaga. Vatimenáé meg nő. 99. 164-re. 100-as. Nagyon magasan fönt Espinel. És nem is tud lemenni kiszállóra. Igen, ez nagy probléma. 64-re 6 nyíl. Megint megoldja 64-et? Megint megoldja 64-et. Csak egy leg a különbség. De ezt most már milyen szépen megcsinálta másodszor is. Váratlan fordulat. 140, ez most oda. Jó kezdés. Igen, igen. Ez 100-as. Most már nem először csinálja Vatimena, hogy így elhúzza a végén a kezét, majd figyeld meg harmadik nyílnál. megint. Ezt most nagyon összerakta. 99, most pont nem láttuk. Igen, itt egy triplás körök jönnek, Espinelnál viszont két triplás talált. Megint rátalálta arra, hogy mit kell csinálnia. Megint jön a 140. Fú, de gyorsan ébredt most, és így mehet el szünetre. Hogyha megoldja, 81-re van 6 biztos nyila. 62, tripla 10. És a 20-as... Még bőven van lehetősége. Persze. 96-a 108 a maradék.
És be is dobja. 13 nyilas leggel befejezi. Újabb ötlegen túl vagyunk. Születik. Igen. 6-4-re vezet Espinel Vatimena ellen, úgyhogy következik a második szünet. Hát az az igazság, hogy most itt végignéztem a szünetben a tippeket, és hát szegény Vatimena túlságosan sok szavazatot nem kapott, hogy ennek a mérkőzésnek. Sok? Egyet se? Hát egyet azért találtam. De mindenki Espinelre tippelt, és a következő mérkőzés is nagyon-nagyon egyértelmű a nézőink számára, nevezetesen, hogy majd azt a mérkőzést Clayton fogja megnyerni. Igen. 180! Azonnal. Hoppá! Na? Ó, de szép lett volna! Indításként itt is, ott is egy. Ötös. Azt miért nem lehetett egy kicsivel arrébb? 95 mondjuk már a harmadiktól után teljesen mindegy volt. Ötvenhetes. Na. 180! Visszajött, és mintha dublőre lenne. Nem dobja be, 36-ot. De hát még biztos van egy köre, hiszen 206 pontra jön Espinel. Eddig nagyon jó, tripla 18. Nem, kiáll, 180-at akar. Ezt most már meg kell, hogy oldja Vatimena. 8. Húha, meleg a pite, elrontja! Hát ez hihetetlen, hogy nem tudja bedobni. Óriási előnye volt, és most rezeg a léc. 66-ot kell megoldani hozzá, tripla 10 megvan, dupla 18. Megoldja két nyillal. Hát egy világomolhatott most Vatimenában össze. 280-at is dobott a legben, azzal kezdett, azzal nyitott, és nem az övé lett. De nem tudom, de milyen szépen, gyönyörűen leg volt, ott volt. 12 nyilas leget dobhatott volna. Igen. És még... Hoppá! Ez most egy szép kis pördülés volt, de most már harmadik kipattanó nyila ma Espinelnek. És nem tudja kihasználni, 58-at dob rá, nem? Tehát... Az nagyon jó helyen van ilyenkor, mindig. Nem mindig. Nem is fejeztem be. Inkább ez nagyon jó. 180! Na, ez most nagy előny. Hátsó pályán. De hát ezt az előnyt előbb is megmutatta, hogy meg tudja. 180! Ki tudja harcolni magának, csak a befejezés nem sikerült. A hollandnak 99, 164 kiszálló. Teljes extázisban Espinel. Oda néz, kell még egy tripla, akkor 16 pontja marad. 140. Túlságosan sokat állt ki most oldalra. Egy százas. Nagy esély a 8-4-hez. És 36. Dupla 9, bedobja azt is! 8-4, van-e innen visszaút Vatimena számára? 180! Ezeket szenzációsan jól. Ezt akartam mondani, hogy nem jelent túl jót volt neki, ha 180-at dob, mert rendszeresen bukja az azokat a legeket. Két leget elbukta, sőt volt, amelyikbe kettőt is dobott. Igen. 42, az negyedik alá, az ötödik benne, 96. Nagyon-nagyon följavult a játéka egyébként, csak ez a befejezés. Százas. Észlelte is a pörgetést már,
Espinel, hogy ne hagyja őt pörögni. Oda néz, de szép. 136. 89 a maradék. Most kézben tartja szépen ezt a kezdését, ezt a leget Vatimena. Tehát ez a minimum mondjuk. 95. Jó, hogy de szép lett volna a szektorhiba után, tökéletesen korrigált. Még most egy száz sem egyenlőre. Na de várjunk. 140, az is éppen, hogy megkapaszkodott ott. Nem is volt szektorhibája, miről beszélek? 19-es volt. És bedobja. 8-5. Száz. Tárgyas kezdés. Itt a második session átlaga. Igen, majd utána, amikor erről visszajöttek, akkor lesz igazából erős. Vatimena is. Száz. Százas megint. Most megint jön a tripla, az is benne. 180! Nyere végre egy olyan leget, amikor 180-at dob. És most ez nagyon fontos lenne Vatimena számára. 140! Szállom már. Most nem kéne elaprózni, de nem is. Megtaláltam 140. Most nagyon 140-es. Ha nem egy száz alá. Igen, már 112. Egész 14 százados első 9-nél, 97 fölötti átlag. 65-ös, itt van a break lehetőség, 17 és dupla 20. Hihetetlen, megint elroptja a duplát. És most 96-ra jöhet Nathan Espinel. Megvan. Dupla 18. Még mindig. És bedobja. Hihetetlen, hogy ki, megint kihagyja. Ha 180-at dob Vatimena, akkor annak búcsút is inthet, annak a legnek nagyon úgy néz ki. Most már harmadik ilyen volt. Ötvenkilenccel kezdett, nem volt erős. A kiszállózás, nézd meg, majdnem ugyanannyi eldobott nyíl. 125-ös. Elhintettek nekünk itt 10 darab 180-at. Gyorsan, és igen. Már Vatimena jobban áll ebben. Oh, na van a hegy. Meg kell nézni. Hozzáér nincs. A dróthoz ért hozzá. 120 volt. De most legalább már annyi volt, hogy nem kell lehajolni érte. 96. Csúszik, csúszik, de nem ér hozzá. Nézd, de milyen jó kép volt. Csak elkapták, 140. Jó kerekítést tud dobni, akkor nagyon közel lehet hozzá. 134-jel. Az angol 64-re. Meg kell oldani a 110-et, nincs mese. 54. Nincs meg. 64-re ott lesz a meccsér a lehetőség Nathan Espinelnek. Na nézzük. 16. És akkor egy meccs nyíl. Ne dobja be! Ott volt egy meccs nyíl, 56-ra a holland. Megvan is a dupla 20. Most bedobja! Egyelőre életben tartja magát, meccsben tartja magát Vatimena. Na de most jön a nagyon fontos pillanat. Igen, most nem hátsó pálya, vagy most hátsó pályáról kell ugyanezt teljesítenie. Nagyon jól bekezd Espinel. 180! Ilyen extázisban még nem is tudom mikor, nem is láttam még Espinelt, mint most ezen a meccsen. 60. Van. Pedig nagyon optimistán
tekintettem a következő három nyíl elé. 58. Kell a tripla, nagyon kell a tripla Hollandnak. Nem jön 60, megint hiba. 60. Nem tudta kihasználni a lehetőséget. Ott sem jön. Egy jön, 93, a tripla 18, a 170-re megy le. Muszáj lenne extrát dobni, de ezzel szemben dob egy ötöst első nyíra. Ugye volt már 170-es kiszállónk, Woodhouse, Luke Woodhouse volt, de kikapott azon a meccsen. Ebből nem lesz 170-es kiszálló. Hoppá, az is egy kicsit mellé megy. 48-a 122-re megy le. 118. Biztos 6 nyíl még, 122-re. 17-es. 105-je van, 13-as. Megvan, marad a 32. 90-et dobott egyébként. Akkor most lesz majd három meccs nyíl a Espinalnek. Ugye egy már volt neki. Igen. Itt a nagypapája egyébként a Ter Espinalnek. Bedobja! Ne izguljon tovább a nagypapa. Azt hiszem a nagypapája ír. Ez gyakorlatilag sima mérkőzés volt. Volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy elkapta a fonalat, elkapta a ritmust Vattimena, és esetleg még az egyenlítés is összejön, de nem sikerült. Espinel élvezte a hazai pálya előnyét, élvezte a hazai közönség támogatását, és élvezte a játékot is, és így aztán ő a továbbjutó ezen a mérkőzésen. Várja az ellenfelét, a következő mérkőzés győztese lesz majd az, a Clayton Ellen Sutar találkozó, itt pedig gyorsan még a mérkőzés statisztikája. Na, úgyhogy elmegyünk szünetre, és aztán az előbb említett mérkőzéssel folytatjuk.